már ma kezdjek el dolgozni, vagy csak holnap? Ahogy te szeretnéd, drágám. Akkor holnap. Így ma még elintézhetem a függő ügyeimet. És holnap már dolgozom is. Megmagyaráznád, hogy voltál képes ilyen utasítást adni. Szerintem jogom van hozzá, de meg sem beszélted velem. Nem hiszem, hogy ez bárkivel is meg kellett volna beszélnem. Ezeket a dolgokat az igazgató tanács elé kell vinni. Figyelj, apa! Beszéljünk meg nyugodtan. Ez a gyár a tiéd. Az anyámé, a húgomé és az enyém is. Mindenkinek megvan a joga, hogy azt tegyen, amit akar, anélkül, hogy rejtegetnie kéne. Továbbá, Virginia a feleségem, ezt ne felejtsd el. Nem, hogy felejthetném el? Virginia dolgozni szeretne és segíteni nekem. Nem csak Danilo Roldán felesége lenni. Igen, persze. Munkát szeretne a vállalatban. De miért? Nem veszed észre, te idióta, hogy csak azért, mert így jobban beleavatkozhat az ügyeikbe, és is stratégiailag fontos pozícióhoz jut. És amikor nem is gondolnánk, az utcára tesz minket. Azt hiszi, hogy képes lennék ilyenre? Van valami oka, hogy ezt feltételezi rólam? Azt gondolja, hogy én is azt akarom tenni, amit ön régen megtett? Nem beszélek önnel. De én magában igen. Még ha olyan faragatlan is, mint azelőtt volt. Igen, és én ugyanolyan betolakodó. És nem elég magának, hogy a fiam annyira megzavarodott, hogy magának adta a részvényeinek egy részét. De mit akar még? Ahogy látom, ön nem elég jól informált mindenről, Roldán úr. A fiam nem csak nekem adott néhányat a részvényeiből, hanem nagy részt adományozott Rodrigo Junquera gyermekeinek is. És semmi különlegesen történt. Csak visszaadta nekik a minimális részét annak, amit ön ellopott Rodrigo úrtól. De hogy merészheted ezt megtenni, Danilo? A saját dolgaim ma úgy rendelkezek, ahogy akarok. A gyár nem a tiéd! Azok a részvények viszont igen. Eladhatom és el is ajándékozhatom őket. Ahogy akarom. Ez már sok. Képes vagy a saját családod ellen fordulni, kedvezve az ellenségeidnek? Az én családom nem ellensége a roldánoknak. Maguk azok, akik mindig az ellenségeinké akartak válni. Mert a Junquerák mindig is olyan állást akartak betölteni, amire alkalmatlanok voltak. Mi a roldánok? A Junquerák ellenségei vagyunk, felfogta végre. És nem egy ilyen szobacicáé, aki kihasznál egy öreg beteg férfit, hogy megszerezze a nevét. Bár nem tartott soká, mert már el is vesztette. Csak azért, hogy felvehessek egy másikat, ami önnek biztos jobban tetszik. A Roldán neve. Sajnálatos módon. Napról napra több szabadságot adsz neki, de ezt még nagyon meg fogod bánni, fiam. Az egész családunkat a tönk szélére sodrod, ha így folytatod tovább. És maga, ne higgye, hogy attól, hogy a fiamból bolondot csinált, bennünk is megteheti. Nem fogja megúszni ilyen egyszerűen. Vigyázzon! És ne feledje, hogy Rodrigo Junquerát megölték, amiért olyanba avatkozott, amiben nem kellett volna. Vigyázzon! Nehogy önnel is hasonló történjen! Ne, ne is törődj veled, drága. Nem bánthat téged. Én itt vagyok, hogy megvédjem, és megóvjalak a saját családomtól. Miért nem szó?